Jó estét kívánok! A közügyeket látják. Betörtek az adai és a moholi templomba, feltörték a templomajtókat és elvitték a persej tartalmát, egyéb károkat is okoztak. Mindjárt jövünk a részletekkel. A folytatásban pedig Szabadkán, a Korzóna sétáló utcán több nagyobb beton tömb esett le egy ház homlokzatáról. Hogy mit lehet ilyenkor tenni, erről kérdezzük Denegri Kárló ügyvédet itt a közügyekben. Kevesen vannak, így nem tanulhatják első idegen nyelvként a németet a szabadkai gimnazisták. A szülők tanácsa, az MNT és a város segítségét kéri, petíciót is átadtak, részletek Petkovics Mártától, az MNT végrehajtó bizottságának tagjától és a szülők képviselőjétől itt a közügyekben természetesen. Biztonságos internet, és odafigyelünk-e arra, hogy mire használják a számítógépet, illetve az egyéb eszközöket a gyerekek. Erről kérdezem majd Vanger László informatikust. És a közügyek stúdiójába várom Szabados Róbertet, a Szabadkai Zsidó Hitközség elnökét, annak kapcsán, hogy a szerbiai hitközségek kaphatják vissza az örökös nélküli holokauszt áldozatoktól elkobzott vagyont. Ezek a mai témák, kezdünk. Adán betörtek a katolikus templomba, a Szent Háromság templomnál. Ott van kolléganőm, a kora délutáni órákban rögzítjük ezt a beszélgetést. Hallgasev Gavranovics Andrea. Szia Andrea, mi történt, mit látni most a templomnál? Az adai Szent Háromság templomba törtek be, ezt az ajtót feszítették fel, és hát tulajdonképpen nem csak ezt az ajtót, hanem a Szent Háromság templom minden ajtója fel lett törve. Szundyi Károlyt kérdezem, az adai plébánost, tulajdonképpen mit lehet tudni a betörésről? Kedden február 9-én reggeli órákban, 8 órakor a tisztelendő nővér jött szokásához híven kinyitni a templomot, mivel a templom egész nap nyitva áll, a hívek rendelkezésére van imádság tekintetében, és akkor vette észre, hogy beszűrődik a fény a templomba, és a templom másik felénél, tehát az ajtó fel van törve, és akkor vette észre, hogy nem csak az az egy ajtó, hanem mind a négy ajtó fel van törve, és értesített akkor engemet, akkor jöttünk át a templomba, és vettük észre, hogy valóban mind a négy ajtó fel van törve, a főbejáraton is látszik, hogy próbáltak ott is behatolni. Miután kihívtuk a rendőrséget, ki is jöttek, és velük együtt bejöttünk a templomba, és akkor láttuk, akkor vettük észre, hogy a templomban három persejt is feltörtek. Ez mit jelent, mennyi értéket vittek el? Nem tudható pontosan, hogy mennyit vihettek el, de az anyagi kár az, ami sok, hiszen az ajtókat szinte teljesen újjá kell, ki kell cserélni. Több mint 10 000 dinár biztos az, ami az anyagi kárunk. Mennyire jellemző a betörés? Előzőleg már voltak itt az adai plébánián is már betörések, és a hívek körében is beszélgetések alkalmával hallottam, hogy az utóbbi időben nagyon sűrű. Mit mondanak a hívek, félnek-e a betöréstől? Igen, ez óhatatlan. Óhatatlan a félelem, és valamit nagyon kéne tenni a közbiztonsági érdekében, mert így arra kényszerülünk, hogy a templomainkat is, hogy napközben is, hogy bezárjuk, mert volt már arra is példa, hogy a templomban bent végezték szükségleteiket is, meg egyéb rongálások is voltak már a templomban. Valamit ennek érdekében is el kell érni. Egyébként mennyire tudják megvédeni a templomot? Gondolok itt kamerákra, egyéb felügyeleti módszerekre. Biztonsági intézkedéseink vannak. A főbejáratnál is kamerarendszer van, amit csak a bejáratot tudja ellenőrizni, de terben van, hogy ezt kibővítjük.
Köszönöm szépen. Mester Dániel, moholi plébános is arról számolt be, hogy betörtek a moholi templomba. Ott megszentségtelenítették az oltárt, szétdobálták a templomban található dolgokat, és hát tulajdonképpen ott is felfeszítették az ajtókat. Egyelőre nyomoz a rendőrség, tehát helyszínelt, az eredményekről majd valamikor később lehet majd megtudni valamit. Andrea, köszönjük a tájékoztatást! Szabadkán a Korzó 11-es számú épületének homlokzatáról szerda délelőtt több nagyobb betondarab hullott a gyalogjárdára. Szerencsére senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. Az épület lehullott darabjai azonban ma is ott hevernek a járdán. Szabadka legszűkebb központjában is több olyan épület van, amely felújításra vár. Ezeket a munkálatokat nem végzik el időben, és az épületek életveszélyessé válnak. A mögöttem látott épületről is több nagyobb darab hullott a gyalogjárdára. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A maradványok még ma is a járdán hevernek. Az emberek kénytelenek átmenni a sétáló utca másik oldalára, mert a homlokzat többi része is bármikor leeshet. Chtěl by, da se očuva ambient, da se očuvaju fasade, isto tako da se održavaju, a ne kao što je ovo ovde. Verovatno je zub vremena učinio svoje, ali to ne opravdava ni gradske, ni republičke, koje god hoćete vlasti, da ovde neko doživi saobraćajku ili da, pardon, nesreću, ili da mu padne cigla na glavu. Znači, očuvajmo ono što je lijepo, a Subotica je stvarno lijep grad. To bi trebalo da se vodi računa o tome, to je nešto osnovno, da bude bezbedno, ali kažem korzo, ovo bi trebalo da bude jedan korzo. Az eset után kihívták a kommunális rendőröket, akik az építésügyi felügyelőséggel együtt elvégezték a helyszínelést és elkerítették a veszélyes területet. A felügyelőség keze azonban meg van kötve, mivel csak annyit tehet, hogy utasítja a lakóközösséget a probléma elhárítására. Inspektor vodi postupak protiv, znači skupštine stanara zgrade, ako je funkcioniše, ako ne, onda se vodi postupak protiv svih vlasnika stanova, poslovnih prostora i drugih posebnih delova na parceli, o čemu se mora napraviti zapisnik na licu mesta, predočiti im da se radi o fasadi koja je zajednički deo zgrade i da moraju, znači da se svi zajednički brinu o bezbednosti, znači tog zajedničkog dela, da ne ugrožavaju javnu površinu i život i zdravlje ljudi. Amennyiben ez az eljárás nem volt hatásos, a felügyelőnek újabb lépéseket kell tennie. Inspektor će doneti rešenje da će im naložiti znači skidanje svih opasnih delova, da će im se rok, vrlo kratak rok da to urade, ako ne urade onda će se ići na prinudno izvršenje, znači da će uprava angažovati znači preduzeće i preduzeće će izvršiti znači otklanjanje opasnosti, skidanje opasnih delova na teret vlasnika stanova i poslovnih prostora u toj zgradi. Az építési igazgatóság olyan esetekben, amikor az épület magántulajdonban van, nem tud semmit tenni, mivel ez nem tartozik a hatáskörei közé. Az épületek karbantartásánál csak azok az épületek, ahol üzlethelyiségek vannak, vagy pedig a város tulajdonában lévő lakások. Ezeknek az épületeknek a karbantartása tartozik a Városépítési Igazgatósághoz, méghozzá az üzlethelységeknél csak az etásból befolyó pénzekből pénzeljük a felújításokat, ezek különböző belső hálózatok, belső hálózatok, víz, gáz, áram, ezeknek a felújítása. Nagyobb fokú felújításra már az önkormányzat hivatott pénzelni és elvégezni a munkálatokat. Az építési igazgatóság a magántulajdonban lévő védett épületek szanálására egy programot irányozott elő, amely alapján évente néhány épület felújítási költségeinek felét finanszírozzák. Erre a célra a városi költségvetésből 8 millió dinárt különítettek el. Több évvel visszamenőleg, mondjuk rá egy 5-6 évvel ezelőtt, akkor a Városi Építési Igazgatóság kezdeményezésére egy társfinanszírozású programot hoztunk létre, amely hivatott volt arra, hogy a védett övezetben lévő védett objektumoknak a homlokzat és tetőszerkezet felújítására a város 50%-a
százalékot társfinanszírozza, a többi visszamaradt 50%-ot pedig a tulajdonosoknak kellett biztosítani, vagy munkálatokban, vagy pedig pénzösszegben. Ebből a programmal 3-4 homlokzatot sikerült helyrehozni tetőszerkezettel együtt, de viszont az utóbbi 2 évben ez a program nem ment. 2013-ban volt azt hiszem utoljára kiírva a pályázat, és ekkor már nem sikerült egyetlen egy társfinanszírozási szerződést sem kötni. Érdeklődők voltak, de mikor oda került sor, hogy konkrétummal, illetve a szerződést meg kellett kötni, akkor mind a 2 beruházó elállt a társfinanszírozástól. Az idén ismét elláttuk ezt a programot, 8 millió dinár van a költségvetésben előlátva, körülbelül március végén kiírjuk majd a pályázatot, úgyhogy ez a pályázat az újságokban meg fog jelenni, és hát várjuk az érdeklődőket, ugye a védett övezetből, csak is védett övezet, védett objektumokról jöhetnek szóba. Az épületek felújításánál nagy gondot jelent, hogy minden tulajdonosnak bele kell egyeznie, ami sokszor nehézkes. A másik probléma, hogy a védett épületek homlokzatának felújítása nagyon sokba kerül, mert az eredeti állapotába kell visszaállítani. A közügyek vendége pedig Denegri Kárló ügyvéd. Jó estét, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó estét, köszönöm a meghívást. Nagyon sok, nagyon rossz állapotban lévő épület van Szabadkán. Több helyen is tapasztaljuk, hogy el vannak kerítve egyes gyárdaszakaszok, útszakaszok. Az embernek néha olyan a benyomása, hogy mindenki olyan állapotban hagyhatja az épületet, amilyenben csak szeretné. Nyilvánvalóan, hogy a pénzügyek ebben nagyon beleszólnak, de mit mond ilyenkor a jog? Hát ez elsősorban egy törvénnyel van rendezve, a lakóházak karbantartása és felújításáról szóló törvény. Ennek a lényege az, hogy alapvetően a tulajdonos köteles ezt elvégezni. Na most itt, amiről a bejátszásban hallottunk, meg láttunk, ez egy kicsit specifikus eset, mert általában a város történelmi magjáról van szó, ahol általában a vegyes tulajdonban lévő épületek vannak, tehát magánszemélyek, mint polgárok, aztán jogi személyek, intézmények tulajdonában, sőt még akkor a város, mint állami tulajdon, de hát a város tulajdonában lévő ingatlanokról van szó. A törvény előlátja az ilyen úgynevezett társasházakban, hogy a társasházak tanácsa egy ilyen alapszabályzatot hozzon meg a közgyűlésen, ahol aztán le van írva ezeknek a költségeknek a használata, begyűjtése, ki milyen résztulajdonos, tehát az ingatlan úgymond négyzetméterének, a felületének az arányában köteles bizonyos összeget fizetni karbantartásért és felújítási alapba. Tulajdonképpen a társasház az egyfajta korlátott jogi személy, mert van számlája, és tehát pecsétje, gyakorlatilag jogi személyként kezelhető. Az előbb is hallottuk a bejátszásban, hogy az igazgatóság, városépítési igazgatóság most is ki fog írni egy ilyen pályázatot tavaszra, amiben fele-fele arányban a tulajdonosok és a város, hogy úgymond részt vesz ezeknek a szép régi homlokzatoknak a szanációjában. Hát igen, ezek több mint 100 éves épületek, itt ez előfordul. Az alapelv, megint csak azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen mindig a tulajdonos felel az összes kárért, úgyhogy ezt sokan nem tudják, úgy gondolják a egyes
lakók az ilyen épületekben, hogy amikor a lakásába benyit, az az ő érdekeltsége, a többi a folyosó, a lift, a tető, bármi közös helység, vagy akár a homlokzati elemek, az ahhoz neki semmi köze. Pedig ez nem így van jogilag. Sőt, itt elő vannak látva különféle büntetések is, a nem karbantartása, stb. Ez ugye a város történelmi magja védett Igen. része, és ezek az épületek, de a külvárosban is, vagy a védett részen kívül is nagyon sok olyan épület van, amelyről hullik a vakolat, majdnem ledől, nagyon gyakran ez a szomszédházakat is veszélyezteti, vagy az arra járókat. Mit lehet ilyenkor tenni? Hát itt elsősorban az ilyen eseteket azt rögtön a tulajdonos köteles bejelenteni, vagy a társtulajdonos, vagy akár a szomszéd, hogy megtörtént ez az eset. Ezt az építési felügyelőségben kell megtenni, vagy aki esetleg úgy gondolja, akár a kommunális rendőrségnek is szólhat, aztán ők már tudják, hogy hova továbbítsák az információt a városi adminisztrációban. És akkor itt hallottuk is, csak nem lett végigvezetve a történet, hogy milyen lehetőségei vannak a felügyelőségnek, vagy ugye figyelmeztetés, hogy rövid határidőn belül így, meg úgy, meg hárítsák el ezt a kárt, stb. Ezek után van egy olyan is, csak hát ez is ugye eszköz függő, pénz függő, magyarul mondva, hogy tulajdonképpen a végső esetben az ilyen eseteket, azt gyakorlatilag úgy kellene intézni, hogy ahogy meg is történt, hogy körülkeríteni, rögtön figyelmeztető táblában egyértelműen, hogy ne történjen ott valami baj, és utána rögtön, miután ezek az első hirtelen próbálkozások letelnek, hogyha a lakók, vagyis a tulajdonosok nem reagálnak, akkor a város angazsálhat valamilyen akár közvállalatot, vagy vállalatot, vagy vállalkozót, aki tehát ezt az életveszélyt okozó problémát kiküszöböli. Ez akár egyszerű peremvárosi magánházakra is alkalmazható? Hát ez alkalmazható mindenhol, de hát ez mondjuk kevésbé történik meg, mert mondjuk általában ott, ahol azért egy család a tulajdonos, általában ahol minél kevesebb a tulajdonos, annál jobban érzik a tulajdonjogukat az emberek, és akkor valahogy az ilyen tömegépületekben általában úgy van valaki, hogy nem annyira törődnek az emberek külön. Családi házaknál inkább azért jobban. Mi van akkor, hogyha már megtörténik a baj, és az vakolat, balkon darab valakinek a fejére esik, vagy akár egy kerékpárra esik? Hát igen, ez már a tragikusabb része a dolognak, ez egy egész másik téma. Ez egy olyan dolog, hogy akár halálos, kimenetelő baleset is történhet, és itt megint csak az van, hogy a tulajdonos felelős a káré. Mindenki tudja ezeket az egyszerű eseteket, hogy hát, hogyha valaki elcsúszik télen a házam előtt, és nem volt elpucolva a hó, akkor megint csak a tulajdonos felelős. Hát ez egy régi jogi elf, hogy a tulajdonos felel az ingatlan által okozott bármiféle káré. Az ön praxisában voltak már olyan esetek, amelyek ebből indultak ki? Hát volt ilyesmi. Hát itt van tulajdonképpen alapvetően, ha testi sérülés ugye történt, akkor lehet, itt három eset állhat elő, hogy könnyű testi sérülés, nehéz testi sérülés, és a tragikus eset, ugye, hogy nem éli túl, olyan szörnyűség történt. Itt mindig az úgynevezett nem anyagi kártérítése van, aki megsérült, annak nem anyagi kár, mint életvitel csökkenés, mint fájdalomdíj, mint félelem, elszenvedett félelem alapján, ezt bármikor bíróságon, ha az ember egy pört indít, és a tényeket előtárja, bebizonyítsa, akkor a bíróság kártérítést ítél. A tragikus esetben pedig a legközelebbi családtagoknak valamilyen szatiszfakciót, pénzbeli, ilyen nem anyagi kárt ítél a bíróság. De hát ez mondjon jobb lenne mind elkerülni. Csak egy összeget tól így. Hát ezt
Mondjuk, hát ez nagyon függ a konkrét esettől, mondjuk a könnyű testi sérülések azok néhány százezer dinárig terjedhető, ha összeadjuk az összeset, most ne részletezzük az összes kártérítési lehetőségeket. A nehéz testi sérülésnél pedig hát ott különféle fokozatok vannak. Már egy egyszerű sima kéztöréstől kezdve egy örökidőkre rokkantságot okozó óriási pénzbeli különbségek, tehát itt most ilyen összeget nem lehet. Annyit lehet mondani, hogy mondjuk egy néhány százezer dinárig terjedhet maximum a könnyű testi sérülés, utána pedig ez nagyon függő. De ez már egy másik téma. Lehet, hogy valaki az élet, a munkahelyét nem tudja végezni tovább, akkor a járadékot tehát kérhet. Tehát ez már ez egy külön műsor lenne. Akkor majd egy másik alkalommal innen folytatjuk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szívesen köszönöm a meghívást. Február 1-én megszűnt a német, mint első idegen nyelv oktatása a Szabadkai Szvetozár Márkovics gimnázium elsőseinek. Ennek oka, hogy kevés a diák, így a minisztérium nem volt hajlandó fizetni a német tanárt. A pedagógus ennek ellenére az év végéig akár ingyen is vállalta volna a diákok oktatását. Az iskola azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. A szülők a város vezetőségéhez és a Magyar Nemzeti Tanácshoz fordultak segítségért. Iratkozáskor minden tanuló kiválaszthatja azt az idegen nyelvet, amelyet első idegen nyelvként tanulni szeretne. Ez az a nyelv, amelyet az általános iskolában korábban tanult, illetve amelynek már megismerkedhetett az alapjaival. Így történt ez a Szabadkai Szvetozár Márkovics gimnáziumban is, szeptemberben pedig megkezdődött az iskolaév. Február 1-én mégis megváltozott a helyzet. A második fél év előtt az igazgató értesítette a szülőket, hogy megszűnik a német nyelv első idegen nyelvként való tanítása. Ettől fogva az angol lesz az első, a német pedig a második idegen nyelv. Ennek az lett az eredménye, hogy a tanulóknak nehezebben mennek a nyelvórák. Az első idegen nyelvesek most egy házi olvasmányt vesznek. Hát én elkértem az egyik osztálytársamtól ezt a szöveget, és megpróbáltam megérteni, hát nem igazán sikerült. A diákok azt mondják, az angol tanárnő megértő, viszont így is nehéz a felzárkózás. Elég kellemetlen számunkra, mivel amíg németet nem tudunk teljesíteni, addig angolon le vagyunk maradva. És így nehéz visszahozni a lemaradást. A szülők egy januári szülőértekezleten értesültek a változásról. Be voltunk hivatva. Annyit kaptunk választ, hogy a minisztérium nem fogadta el a kérvényt. Csak ezt nem második fél évbe kellett volna már előterjeszteni, szerintem, hanem meg kellett volna már rögtön az év elején, mert a gyerekek le vannak maradva angolból. Ők viszont a németesek pedig erősebbek a második németesektől. Erdély Tivadar a szülőket képviselve egy petíciót nyújtott át a Magyar Nemzeti Tanács illetékeseinek, amelyet mintegy 30 szülő látott el kézjegyével. Elmondta, a gimnázium igazgatója a diákok alacsony létszámával magyarázta a döntést. Szeretnék, hogyha német nyelvet, mint első idegen nyelvet tanulhatnák, és ezt a szülők is többször kifejezték, az igazgatónak is az iskolában, és a tanulók is többször kifejezték. A 15 főn aluli tagozatok, illetve csoportok fennmaradását kérelmezni kell a tartományi oktatási titkárságnál. Az igazgatók már júliusban, a beiratkozás után tudják, hány fős tagozatok és csoportok lesznek majd az intézményben, így időben lépni tudnak. Azonban ez az intézkedés ebben az esetben elmaradt, mondta Petkovics Márta, az MNT végrehajtó bizottságának tagja. 2015. november 25-én érkezett a Szvetozár Márkovics gimnáziumból egy levél, amelyben az igazgató kéri, hogy a Magyar Nemzeti Tanács támogassa azt a 8 főből álló német, mint első idegen nyelvet tanuló csoportot, illetve a további fennmaradását. A Magyar Nemzeti Tanács az szerbiai oktatási miniszternek megírta a levelet, amelyben támogatja, és kéri a minisztert arra, hogy engedélyezze továbbiakban is ennek a csoportnak a működését. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az ilyenfajta támogatást a kislétszámú tagozatok és csoportokról az iskola igazgatók augusztus végén kérelmezik a Magyar Nemzeti Tanács, illetve a tartományi oktatási titkárság felé. Ebben az esetben ez nem történt meg időben az iskola részéről. Mi késve ugyan támogatjuk, és a mai napig, és ma is támogatjuk ennek a csoportnak a fennmaradását.
Az intézmény igazgatóját, Szlobodán Csámpragot is kerestük. Az iskolában azt mondták, egyéb elfoglaltságai miatt nincs lehetősége nyilatkozni az ügyben. Ahogy láthatták önök is a bejátszásban, nagyon sok mindenkit, természetesen az érintett feleket szerettük volna megszólaltatni. Egyrészt a bejátszásban, másrészt pedig itt a stúdióban is, hogy bővebben elmondják, mi az, ami történik a gimnáziumban. Hívtuk a szülők tanácsának a képviselőit, az összes érintett szülőt, hívtuk az iskola igazgatóját, az iskola igazgatóhelyettesét, az érintett tanárokat, mindannyian azt mondták, hogy nem kívánnak részt venni ebben a beszélgetésben. Ketten vállalták végül, hogy eljönnek. Mutatom is őket, Petkovics Márta, Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja, illetve a petíció átnyújtója, Erdélyi Tivadar. Köszöntöm mindkettőjüket, köszönöm, hogy eljöttek. Kezdeném önnel. Ilyenkor meg kell azt is magyarázni, hogy miért nem egy szülő ülít, és miért nem egy szülő nyújtotta át a petíciót a Magyar Nemzeti Tanácsnak, illetve kérte a városnak a segítségét is hivatalosan ilyen formában. Miért ön az, aki az arca lett ennek az akciónak? Először a szülők tanácsa próbált ebben az ügyben reagálni, ekkor olyan információt kaptak, hogy az érintett feleknek, olyan gyermek hozzátartozójának kell reagálni, aki a német nyelvet, mint első idegen nyelvet tanulja. Ez esetben, mivel tudtam, már előttem nem volt, aki reagált, a szüleim úgy szerették volna, hogyha ezt a lépést én teszem meg, a szülők számára ez megfelelt és örültek neki, ezért magamra vállaltam ezt a szerepet. Rendben van ez így? Hát én azt gondolom, hogy a szülők, mivel aláírásukkal vállalták természetesen, nem, én mégis a szülőket jobban szerettem volna itt látni, hiszen a szülő a jogi képviselője a tanulóknak, de egyébként... Jó, ezt a témát akkor itt most lezárjuk, hogyha nem baj, én felhoztam, hogy tisztázok a körülményeket, hogy miért nincs itt szülő a stúdióban. Önöket viszont, már mint a Magyar Nemzeti Tanácsot, felkereste a szülőknek a képviselője, ugye? Igen. Hát én tulajdonképpen, mint ahogy a bejátszott történet és a bejátszásban is elmondtam, mi hivatalosan november 25-én értesültünk erről a tényről. A Magyar Nemzeti Tanács a lehető legtöbbet próbálta megcsinálni, ugyan késve történt ez a felkérés, hogy ez a támogatási kérelem. Azóta már két levelet elküldtünk az oktatási miniszter úrnak, valamint a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és én február 1-én a Zombori Iskola Igazgatóságnál is jártunk, személyesen egy óra hosszán keresztül beszéltük át ezt az ügyet, és azt hiszem, hogy itt most a mi hatáskörünk, a mi jogi alapunk kiismerült. Mi továbbra is természetesen támogatjuk a 9 szülőt, ugyanis időközben plusz egy diák csatlakozott ehhez a kis létszámú csoporthoz, és nagyon meg is értem a szülőket, mint pedagógus és a gyerekeket is. Mert azért az nincs rendjén, hogy az első osztály második fél évében nyelvet váltsanak, biztos, hogy nagyon nagy nehézségbe ütközik majd ez a nyelvtanulás a későbbiekben. Az ön húga, a riportban is megszólaló Erdélyi Violetta, mikor derült ki a diákok számára az, hogy itt nyelvcsere fog történni? Ugye az MNT képviselője azt mondta, hogy őket novemberben tájékoztatták hivatalosan. A gyerekek mikor tudták meg? Mi ezt úgy tudtuk meg novemberben, illetve a gyerekek, hogy van rá lehetőség, hogy meg fog szűnni. Ekkor ezt a szülők nem fogadták el, és kérvényezték, kérték az igazgató urat, hogy legyen szíves kérvényezni, hogy mégis megmaradjon ez a kis létszámú osztály. Azt, hogy ez az osztály ténylegesen meg fog szűnni, erről február 1-én értesültek egy kis szülőértekezleten belül, ahol csak a német osztályos tanulóknak a szülei vettek részt, majd másnap pedig megkapták az órarendet, a már megváltoztatott órarendet, ami szerint az angol nyelv mint első idegen nyelv, a német nyelv pedig mint második idegen nyelv szerepel számukra. Azt is mondták a megszólaltatott diákok, hogy a tanárok emberségesen próbálják ezt az ügyet kezelni, például, hogy az angol tanárnő elnéző velük szemben mit mesélnek egymás között, vagy otthon önnek, milyen információi vannak?
Az első óra óta rövid periódus telt el, ennek köszönhetően még nem volt sok óraszám, nem volt sok óra, jelentős tapasztalatokat nem tudok elmondani. Az első nagyon nehéznek bizonyult, a második az nem volt olyan nehézségű, úgy hallottam, viszont azonban a véleményem az, hogy a jövőben ez lehet változni fog, ahogy ez a ezek a kezdetek elcsitulnak, feledésbe merül talán, hogy olyan tanulók is ott vannak az órán, akik kevésbé beszélik a nyelvet, illetve ha pedig figyelembe veszik, akkor lehet, hogy ez csökkenti az oktatás színvonalát, ugyanis nem tudnak olyan színvonalon oktatni azok számára, akik mind első idegen nyelvet tanulták kezdetektől fogva az angol nyelvet. Arról sem, azt a tényt sem kerülhetjük meg, hogy ön a Magyar Nemzeti Tanácsba, Végrehajtó Bizottságba éppen a szóban forgó Szvetozár Márkovics gimnáziumból érkezett, ott igazgató helyettesi tisztséget töltött be. Hogyan látja így a körülményeket, hiszen nyilvánvalóan nem tud elvonatkoztatni attól? Igen, hát azt mondhatom, hogy a Szvetozár Márkovics gimnázium az egy nagyon jó iskola, és rendkívül jó diákok járnak oda, és örömmel hallom, hogy a kollégáim most ennek a 9 tanulónak picit kedveznek, és én azt gondolom, hogy ez a jövőben is így lesz. És azt mondom, hogy a német nyelv abban az iskolában kiemelten fontos szerepet játszik, ugyanis az iskolának van egy megegyezése a német szövetséggel, tehát a Németországból itt tartózkodó bár úr is emelt szintű órákat tart, és az sem mellékes, hogy ebben az iskolában például egy magyar diák, aki Kobetics Dénesnek hívnak, és ugyanehhez a tanárnőhöz járt, mint első idegen nyelvet tanuló, az országban első helyezést ért el. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon magas színvonalon történik a német nyelv oktatása is, természetesen az angolé is. Szívem szerint én nagyon szurkolok, hogy ez a helyzet megoldódjon. Én itt most ugye, mint ementés képviselő vagyok, és én tudom, hogy nekünk, a Magyar Nemzeti Tanácsnak a legfontosabb, hogy a szülők, a diákok, a tanárok és az intézményeknek is valahogy közös nevezőre kell jutnia. Mi mindenkit támogatunk, tehát a jó ügyet támogatjuk, és én azt hiszem, hogy mi a jövőben is ki fogunk állni. Milyen megoldási javaslataik voltak, mert úgy tudom, hogy voltak olyan konkrét javaslatok, amiket az MNT megfogalmazott az igazgató felé. Nyilvánvalóan kollégájáról beszél, tehát elég visszás ez a helyzet, de hát ön az oktatásért. Igen, én azzal kezdeném, hogy a tanárnő felajánlotta, hogy ingyen megtartja ezt a 2 órát hetente iskola, tehát a tanév végéig. Mi ezt jó ötletnek is tartottuk. Azután, hát hogyha jobban belegondolok, akkor mi is hozzájárultunk volna anyagilag, lehet valószínű ennek a tanárnőnek a fizetési kiegészítéséhez. De nem csak mi, a Német Nemzeti Tanács és a Német Szövetség is felajánlotta a segítséget, hiszen tudjuk, hogy milyen fontos lenne, hogyha ez a helyzet megoldódna. Ebben a pillanatban milyen megoldási lehetőségeket lát? Nézze, ez az iskola belső ügye egyébként, tehát az igazgató múlik minden. Én csak azt a megoldást támogatom, hogy kerüljönek vissza a gyerekek az első idegen nyelv, ugye német, mint első idegen nyelvet tanulni, és aztán évvégéig húzzuk ki valahogy így, ilyen, ahogy el is kezdték, és akkor jövőre egy kicsit másképpen kezdeni a tanévet. Önök a városhoz is fordultak, ott kikkel tárgyaltak, mire jutottak, mit tehet a város? Igen, így igaz, a város felé is fordultunk, ma adtam át számukra a petíciót. Én személy szerint visszajelzést még azóta nem kaptam természetes módon, hisz ez ma történt meg. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, meglátjuk, mi történik majd, és várjuk az iskolaigazgatónak a véleményét is az elkövetkező napokban, azt ígérte, megteszi, utána folytatjuk, ha van még miről. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönjük.
Egyre fiatalabb korban egyes felmérések szerint már 7 évesen rendszeresen használják az internetet az európai gyerekek. Szüleiknek azonban gyakran fogalmuk sincs arról, hogy eközben milyen hatások érik őket. A szakértők szerint ezzel komolyan kellene foglalkozniuk a szülőknek és a pedagógusoknak is. Mindjárt vendégem lesz itt a stúdióban Vanger László informatikus, előtte azonban nézzék meg, mit gondolnak a témáról a Szabadkai Széchenyi István általános iskola diákjai. A digitális nemzedékhez tartozó fiatalok naponta több órát töltenek a számítógép előtt, de sokszor nem ismerik azokat a felhasználói tartalmakat, amelyek igazán hasznosak lehetnek számukra. Amennyiben a gyerekek sokat interneteznek, a tanulásra is kevesebb idejük marad. A számítógépezés mellett az iskola az még egy úgymond van másik probléma, mert így sem tanulok eléggé, plusz még a számítógép, tehát úgy majdnem, hogy minden figyelmemet elveszi. Amennyiben ennyire fölismered annak az internetes hátrányát, akkor miért nem teszel ellene? Függő vagyok, tehát így ennyi. A szülők sok esetben megszabják a gyerekeknek, mennyi időt tölthetnek a számítógép előtt. Hétvégén szabad játszani sokat, attól függ, ha nincs más dolgom. Hétköznap meg nem, este 10-ig, max 11-ig lehet csak fennmaradni. Azok a gyerekek, akik sok időt töltenek el az internetes felületeken, három nagyobb veszélyforrással találkozhatnak. Az egyik legjellemzőbb a szexuális tartalmak megtekintése. Az aktív társalgás, vagyis a chat használata is sok veszélyforrással járhat. A 15-16 évesek 65%-ával kezdeményezett már beszélgetést ismeretlen. A letöltés és feltöltés használata is problémát jelenthet, hiszen a kamaszok nem érzik annak súlyát, ha magukról intim képet vagy személyes információkat adnak ki. Mondjuk például ismeretlen emberek rám írnak, és így találkozóra hívnak, és hasonló dolgok, de persze a szüleim úgy tanítottak, hogy ezeknek sose dőljek be, és nem menjek el olyan emberrel találkozni, akit sose nem láttam, és nem ismerem őt. Az internet és az információs társadalom a fiatalok fejlődésére is hatással van. Ez befolyásolja a felnőtté válás folyamatát is. Azt gondolom, hogy elsősorban a pedagógusoknak, de leginkább a szülőknek van fontos szerepe abban, hogy a gyermekeiket felkészítsék az internetnek a veszélyeire. Ezért nagyon jó, hogy a szülők ismerik az internetet, illetve tudják kezelni a számítógépet. Mindamellett, hogy magán a böngészőben olyan tartalmakat találhat a gyermek, amelyek lehet, hogy a korának nem megfelelőek. Ezeket célszerű a szülőnek esetleg letiltania. Ezekről a tartalmakról nyíltan beszélni, és átbeszélni, esetleg miért nem célszerű őket használni. Egy korábbi felmérés szerint 10 szülőből 3 korlátozás nélkül engedi gyermekének, hogy használja az internetet. A szakértők szerint a szülők feladata, hogy felismerjék, hogy a digitális világ nélkülözése nem lehetséges. A cél ezért a mértékletesség tudatosítása. A közügyek vendége pedig Vanger László, informatikus. Jó estét, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Önnek is van egy gyermeke, az előbb mondta, hogy 6 éves. Ő már internetfüggő? Hát nem is kapcsolja be a telefont, ha nincs rajta internet. És hogyan mondjál egy informatikus apuka otthon, hogy mire kell ügyelni 6 éves korban? Hogy az előbb a bejátszásban is volt a legfontosabb, hogy a szülő valamennyire fel legyen készülve, és a legjobb, hogyha ott van, tehát azért én is engedem úgy a gyermeket internetezni, hogy nem vagyok a közelben. Az egyik kulcs szó vagy mondat ezzel kapcsolatban, hogyha a szülő felkészült, én magam is szülő vagyok, és azt tapasztalom, hogy azért a szülők jócskán le vannak maradva a gyerekek internet tudása, alkalmazása mögött. Valahogy ez a nemzedék úgy születik meg, hogy mindjárt tudja kezelni a különféle számítógépet, mobiltelefon, táblagépet sorolhatnánk. Hogy lehet így a szülő mégis éber? Igen, ez egy ilyen átmeneti generáció ilyen formán. Nagyon sok program is van, ami már Magyarországon is, épp most a biztonságos internetezés világnapja alkalmából indítottak egy programot, az iránytű programot, amely arról szól, hogy valamennyire fölkészítjük a szülőket ezekre a kihívásokra tulajdonképpen, ami vár rájuk, hogy amikor a gyermek elkezd internetezni, akkor tudjanak érdemben válaszolni a kérdéseikre, vagy tudjanak nekik mit ajánlani, hogy dolgozzanak, hogy játszanak az interneten, tehát föl kell rá készülni egész egyszerűen. És ez... Magyarország ebben a témakörben is előbbre jár, mint Szerbia, például az anyaországban akár a média tudatossággal is foglalkoznak nálunk ezzel, nem annyira. Az internet mennyire téma akár az iskolákban, akár mondjuk az óvodában? Nem jellemzően, viszont tehát a mindennapok része,
sokan azt gondolják, hogy számítógép kapcsán, de annyira már nem is, inkább a telefonok kapcsán, mert hát legtöbbjünk telefonja már képes internetezésre. Na, a gyerekek meg elég intuitívan elkezdik használni, és akkor ugye rögtön ott kötnek ki. Mire ügyeljen akkor a szülő, nézzük át a legfontosabb dolgokat. Elsősorban olyan nyelvet használjunk közben, amit mindenki megért. Hát nagyon fontos azért két dolgot külön választani itt, hogy milyen szellemi kár érheti mondjuk a gyereket, hogyha internetezik. Ez egy képlékeny dolog, ugye olyan nagyban függ attól is, hogy a gyermek mire van felkészülve, milyen az inger küszöbe, hogy mit látott már, vagy egyáltalán, hogy megviseli-e az, hogyha valami olyan tartalomba fut bele az interneten, ami ártat neki. De megakadályozható ez egyébként? Hát sokan dolgoznak ezen, fejlesztők is, akik ugye a programokat csinálják, akik a telefonokat gyártják, olyanok is. Az utóbbi években nagyon sok előrelépés történt ilyen szempontból. A legnagyobb videó megosztó portálnak van most egy gyerekekre szabott kiadása, böngészőbe lehet építeni különböző ilyen szülői felügyelő programokat, de a legjobb akkor is az, hogyha egy szülő ott van a gyerek mellett, amikor ő internetezik, hogy lássa, hogy mivel foglalkozik, vagy segítsen, hogyha elakad valamiben, vagy hogy egyáltalán együtt fedezzenek fel különböző érdekes dolgokat. Igen, ez lenne az optimális dolog, azonban nagyon sok szülő, és nem szeretnék senkit megbántani, de azért adja oda akár a mobiltelefont, akár a táblagépet a gyereknek, hogy közben esetleg meg tudjon fűzni, rendet tudjon tenni, esetleg pihenjen egyet, vagy bármi más munkát elvégezze, mert addig a gyerek nyugodt. Ugye régebben ez a televízió volt, ma már az internet. Hát egyik sem túl jó megoldás, a telefon nem babysitter, tehát ezt tudni kell. Lehet lefoglalja a gyereket, de az elejében mindenképp ott kell lenni, mert több hátránya van egy ilyen dolognak, mint előnye, és későbbiekben ez akár vissza is üthet. De amint mondtam is, tehát ez az egyik dolog csak, hogy milyen szellemi kár érje a gyereket, a másik nagyon konkrét, nincs mellébeszélés, tehát az anyagi kár, ami érheti a szülőt tulajdonképpen, hogyha a gyerek, nem tudom én, a legújabb Hello Kitty-s szalonnak az extráit veszi meg magának, fél perc alatt akár több száz dollárt, eurót is elkölt, tehát hogyha a telefon rá van kapcsolva az embernek a hitelkártyájára, vagy bármilyen fizetőeszközére. Sokan beszélnek arról is, ha bár nálunk szerencsére ez még nem jellemző, hogy a közösségi oldalaknak a használata nagyon veszélyes a gyerekekre nézve, és hogy lényegében a korhatárt nem hiába találták ki, nagyon sokan akár embercsempészeknek a hálójába is kerülhetnek. Hogyan lehet ezt kivédeni? Hát szintén az odafigyelés nagyon fontos, tehát hogy valamiféle bizalmat ugye ki kell építenünk a gyerekkel kapcsolatban, hogy ne kelljen titkolóznia, hogy ő most miért használja azt az alkalmazást, vagy ezt a közösségi oldalat. Tehát egész egyszerűen megbízzon a szülőben, amikor ő ezt csinálja, és ne egyfajta ilyen gyerekes, visszavágós, bosszus valamiből ő elkezdjen randi oldalakra regisztrálgatni, vagy bármilyen más minden ilyen oldalakra. Minden szülőnek az az álma, hogy a gyermeke megadja a közösségi oldalas jelszavát, és akkor ellenőrizni tudja, vagy akár a gyerek mellett végig tudja nézni, hogy mit használt. Kevés az olyan család, ahol ez megvalósul. Láttam viszont egy videót szintén a közösségi oldalon, amely éppen azt mutatta, hogy a gyerekek, fiatalok, főleg a lányok mennyire fölülnek egy-egy ilyen a közösségi oldalon felajánlott randinak, még azok is, akik olyan nevelést kapnak, hogy idegenek meghívására nem reagálunk, nem megyünk el, mégis megteszik. Lehet ezt szűrni valahogy? Hát én azt gondolom, hogy idővel majd megérik ez a közösség és ez a fiatal nemzedék is, hogy kicsit óvatosabban kezeli mindezt, már az elődeik hibájából fognak tanulni, akiknek ez nagyon új, azok gyorsan ugye bele is ugranak ezekbe a dolgokba, és sokba is származik ebből, de egyre több olyan felvilágosító program van, egyre intelligensebbek a közösségi hálózatok is, tehát és egyszerűen kiszűrik azokat a probléma forrásokat, azokat a különböző baj forrásokat, amelyek belefuthat egy fiatal tinédzser, vagy
tehát akár még idősebb is. Az én legkisebb fiam 8 éves múlt, neki még nincs Facebook oldala. Nagyon sok osztálytársának viszont igen. Az így rendben van? Biztonságos az? Vagy mit mondanak? Hát ez eleve nem is nagyon lehetne Facebook oldalon. Simán ugye? Lehet, mert más évvel regisztrálnak és úgy működik. Hát nem még biztonságos, nem is biztos, hogy annyira kellő még, de az biztos, hogy igény van rá, tehát a fiatalok is szeretnének valamiféle közösségi hálózatba szerveződni, és az interneten megbeszélni a saját dolgaikat. Egyre több olyan program van és applikáció, ami már erre is lehetőséget nyújt a Facebookon kívül, de hát ugye a Facebook az elsődleges. Megint csak azt tudom mondani, hogy oda kell figyelni, hogyha nem is kapod meg a jelszavát a gyereknek, de azért valamennyire tudni kell, hogy mivel foglalkozik. Meg el kell írni egyszerűen azt, hogy a gyermek nyugodtan elmondhassa neked azt, hogy mivel foglalkozott ott, tehát hogy ne kelljen semmit se titkolni a szülő előtt. Ez a legfontosabb. Ehhez nagyon jó családi kapcsolatok kellenek. Köszönöm, hogy eljött. Szívesen. Példamutatónak nevezte a szerb gesztust Izrael-belgrádi nagykövetem. Parlament előtt szerepel ugyanis az a megoldás, amellyel az örökös nélküli holokauszt áldozatoktól elkobzott vagyont a zsidó hitközségek kaphatnák meg. Od 82.500 jevreja koji su živeli u nekadašnjoj kraljevini Jugoslaviji, svega njih 14.000 je uspelo da preživi užase Drugog svjetskog rata. Od tog broja u Srbiji je 4.000 jevreja preživelo holokaust. Među njima bio je kovač Kalma Sendeša koji se iz mađarskog gradića Baje doselio u Suboticu gdje je osnovao gvožđarsku radnju. To je bila jako čuvena Senešova gvožđara, tako da on svoja dva sina i čerku mogao vrlo lako da pošalje na studije u Nemačku. Moj tata je završio ekonomiju u Nemačkoj, a moj stric Ladislav je završio mašinstvo. A čerka, to jest moja tetka, je završila u Meranu u Italiji čuvenu žensku školu i oni su, pošto su preživeli rat i sve te teškoće, jako puno o tome pričali, tako da sam ja jedna spomen sveća, tako memory candle, tako zovu drugu generaciju holokausta, jer sam preuzela jedan teret, čak šta više nosim i ime Judita, to je tetkina ubijena ćerka, ona je bila u 8 godina, kad su u Auschwitzu zajedno sa tatinom i sa stričevljevom porodicom pogubili. Posle rata u opštoj nacionalizaciji gvožđara je oduzeta porodici Seneš. Ni danas unuka Judita Skenderović nije uspela da povrati radnju od 500 kvadrata jer je 2004. godine prodata na licitaciji, ali nada se substituciji. Da se vrati imovina koja je oduzeta Jevrejima i jevrejskoj zajednici, naša je obaveza i 70 godina posle holokausta, jer to dugujemo onima koji nisu preživeli, kaže za našu emisiju ambasador Izraela u Srbiji Josif Levi. Postoji čitav kalidoskop mogućnost. Srbija bi trebalo da se opredeli za srpsko rešenje, za ono što je korektno, odgovarajuće za Srbiju. U Agenciji za restituciju kažu da je veliki deo imovine Jevrejima, jevrejskoj zajednici i opštinama vraćen, a donošenje zakona koji će regulisati imovinu žrtava holokausta najavljuju za jesen. Pokretna i nepokretna imovina, poljoprivredno i građevinsko zemljište, fabrike, radionice, škole, bolnice, na spisku su imovine bez naslednika. Mi smo u postupku donošenja zakona, radu na njemu i radimo intenzivno sa jevrejskom zajednicom u Srbiji, kao i sa međunarodnim partnerima sarađujemo vezani za tu problematiku. Pre svega međunarodnim jevrejskim organizacijama koje se bave problemom restitucije. Naravno, imamo dobru atmosferu i svako rešenje usklađujemo, tako da ćemo u vrlo kratkom roku imati zakon koji će omogućiti da recipijent te imovine koja je bez naslednika, zbog specifičnosti sudbine jevrejske zajednice, da se ta imovina efikasno vrati. U jevrejskoj zajednici Srbije kažu da imaju spisak preko 3000 porodica čija je imovina oduzeta, ako nju nema ko da nasledi.
A közügyek vendége pedig Szabados Róbert, a Szabadkai Zsidó Hitközség elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Február 9-én kezdődött a köztársasági parlamentnek az a rendkívüli ülése, amelyen egyebek mellett ezt a törvényjavaslatot is tárgyalják. Holnap szavaz majd a parlament erről. Elüljáróban annyit lehet tudni, hogy minden egyes frakció felsorakozott ez a megoldás mögött. Ön ott volt Belgrádban, mit tapasztalt? Igen, tegnap jártunk a képviselőházba, és a Zala elnök úrral, Arsicsal tárgyaltunk éppen erre kapcsolatban, illetve érdeklődtünk, hogy milyen a hozzáállás és milyen a visszajelzés a frakcióvezetőktől. És azt mondja, hogy az egyik ülésszakon, amely a parlament előtti részre vonatkozott, hogy az egész törvényre összesen 9 függelékjavaslat érkezett be, ami többé-kevésbé technikai jellegű, nem olyan, amely megváltoztatná a törvénynek a jellegét, még a lényegét, és hogy a valamennyi frakció vezető kijelentette, hogy mindenki rá fog szavazni a törvényre, ami nagyon jó. Mit hoz konkrétan ez a törvény, milyen megoldás szerepel benne? Itt ugye arról van szó, hogy a vagyon visszaszármaztatást kellene rendezni azon holokauszt áldozatok esetében, akik után nem maradt örökös, és a megoldásban az szerepel, hogy ez a szerbiai zsidó hitközségek tulajdonába szálljanak át ezek az... Az egyik részben. Igen. Az egyik részben azért, mert van pénzbeli juttatás, igen, van az ingatlan visszaszármaztatása, és van az ingóságok utáni valamilyen kérelem benyújtása. A pénzjuttatás az a szerbiai zsidó hitközségi szövetség fog, az ő részére lesz az biztosítva, amelynek a lényege az, hogy többek közt az oktatással kapcsolatban, ami a holokausztal kapcsolatos, tanítással, emlékeztetéssel kapcsolatos kiadások fedezésére lesz, és a jelenlegi zsidó hitközségnek a működtetésére. Az ingatlanok, ha találunk, tehát ha találunk olyat, amit vissza lehet in rem, tehát tárgyba visszaadni, az a zsidó hitközségeknek a használatára lesz bocsájtva, arra a területre, ahol a, mondjuk rá a szabadkai, az a Ada, Zentakan és a Szabadka, Topolya és Kishegyesnek a területére vonatkozik, és ha lesz ott valami, az mind a szabadkai hitközség, zsidó hitközségnek a javára lesz olyan értelemben, hogy a közösségi dolgokra és a közösségi pénzbeli fedezésére lesz használva. És van a zingótárgyak, amely többé-kevésbé múzeumokban vannak, archívumokban vannak, ha meg lehet találni őket, de az ottan nem lesz semmilyen mozgatásával kapcsolatban, hanem ha megtalálunk egy festményt, ami valamilyen szabadkai zsidónak a tulajdona volt, akkor rá fogjuk írni, hogy Rotmannak a tulajdona volt, és maradott ahol. Ez teljes mértékben ezek a megoldások megfelelnek annak, amelyre ugye Szerbia kötelezettséget vállalt egyrészt, másrészt pedig, ami az önök érdekeinek is megfelel, elvárásainak? Nagyon érdekes a kérdése. Van ennek egy kis előtörténete. Én 2007-ben jöttem közelebbekhez a témakörhöz, amikor kiválasztottak a szerbia zsidó hitközségeknek a szövetségének az alelnöki posztjára, és valahogy természetes lett, hogy én foglalkozzak ezzel, és 2008-ban még Prágában egy konferenciát, egy értekezletet szerveztek, amely 46 ország volt jelen, és annak az értekezletnek az eredmény az az úgynevezett Terezin deklaráció, amely többek közt, mint erkölcsi kötelezettséget rótta rá az államokra, hogy a zsidó elkobzott vagyonnal kapcsolatban, hát mindent tegyenek meg, hogy adják vissza olyan értelemben, hogy a túlélőknek a javára és a megmaradt zsidóságnak a javára, hogy bírjon valahogy élni vagy küszködni. És itt van egy érdekesség, mert a prágai konferencia 2008-ban volt, és én ott voltam Prágán, amikor volt az értekezlet, de Szerbia nem képviseltette magát.
És akkor meg kell, hogy említsem mostan egy nagyon értékes szerbír nagykövet úr volt, úgy hívták, vagy úgy hívják, hogy Veres Vladimir, aki érezte, hogy milyen fontos, de Szerbia nem képviseltette magát azon az értekezletén, de a nagykövet úr 3 napig, ameddig tartott az értekezlet, velünk volt. Tehát mégis volt, hogy az állam mellénk át, független attól, hogy mink egy kicsit ki voltunk ábrándulva, hogy Szerbia nem képviseltette magát. De 6 hónapra rá Szerbia aláírt azt a deklarációt, a Terezin deklarációt, és a mai törvényhozás, tehát ez visszatérve a kérdésére, úgy van, hogy Szerbia mostan az első között lesz, aki meghozza az ilyen nemű, ilyen irányú törvényt. Tehát itt arról van szó, hogy vagyonról, amely örökösök nélkül maradt, és itt egy erkölcsi, morális kérdésről van szó, amelynek az értéke sokkal nagyobb, mint az anyagi vonzat. Az Szerbia esetében elmondható, hogy papíron, törvényszinten általában a dolgok rendben vannak. Lát-e arra garanciát, hogy mindez a valós élet részévé váljék? Hát mi van máma, csütörtök van, hétfőn, kedden és szerdán Belgrádban voltam már, tehát a 3 napig Belgrádban voltam, és voltunk az igazságügyi minisztériumban, a pénzügyi minisztériumban, külügyminisztériumban, a vagyonvisszaszármaztatási ügynökségen, és éppen erről tárgyaltunk, amit maga kérdezett, és mindenütt nekünk olyan felelet van, még olyan biztatás van, hogy igenis, úgy, ahogyan a törvényben le lesz írva, úgy próbáljuk, meg is fogjuk csinálni a végrehajtását. Én remélem, hogy úgy lesz. Még ilyenkor számokról nem illik beszélni, vagy nem biztos, hogy az egy jó megoldás. Azért némi adatot szolgáltassunk a törvény mellé, hogy ez a zsidó hitközségre nézve mit jelentene. Tehát a zsidó szövetség, zsidó hitközségi szövetségére azt jelenti, hogy a következő 25 évben minden évben 950 ezer eurót fog a büdzséből Szerbia folyosítani a szövetségnek, míg a hitközségek a mi számításunk szerint körülbelül 3000 ingatlan van, vagy számításba jöhet, amely hát ilyen mércék alapján vissza lehetne származtatni valamilyen módon a zsidó hitközségeknek, az azt jelenti, hogy Zombortól egészen Nisig, tehát Szerbia területén. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt mára a közügyek, köszönjük a figyelmüket, holnap 18 óra 5 perckor Mohácsi Huba és Vadlövő Gabriella várja majd Önöket a közügyekkel. Szép estét!